Feliz Navidad.
Úgyhogy annál nagyobb örömmel és várakozással álltunk elejbe a mostaninak. Az első blokkban Mária dicséretét, dicsőségéről szóló énekeket hallhattak, hiszen az, hogy a december már arról szól, hogy a kis Jézus megérkezik, földre száll a kisdel, ezt tudjuk, ez egy örömhír, és ez ma különösen aktuális, hogy a Gaudát vasárnapján, az öröm vasárnapján. Minden kisbaba érkezése öröm a családban. De azért ne feledkezzünk meg az esemény másik főszereplőjéről, azaz az anyukákról. Az egyik valamelyik szent életrajzában olvastam, hogy mivel Isten nem lehet ott mindenütt, ezért megteremtette az édesanyákat. És ugye a Mária dicsérete lesz a következő dal, és kicsit műfajt váltunk, és azt gondolom, hogy soha, sehol nem volt aktuálisabb ez a pár sor, amit énekelni fogunk, ami arról szól, hogy nagyasszonyunk Mária, tekints le rám, kérünk. Ezer éves múltra könnyes szemmel nézünk. Viseld gondját mindig e hű magyar hazának, ha koronánk az égben nem érhet bubánat. Thank you.
Tehát az első blokkunk arról szólt, hogy Máriát dicsőítettük, hozzá fohászkodtunk. Őt kérjük. Most pedig a tulajdonképpeni fő ünnep, Jézus születése. Ezt fogjuk megénekelni különböző dalokban. Angyalok, pásztorok, jászol, kis Jézus, és minden, ami ehhez tartozik. Az első három dalom egy-egy Pintér Béla szám. Hallgassák szeretettel. Sötét éjszakában, hogy Istennel megbékélhessünk. Megtörtént a csodák csodája, a mennyel szövetségre léphettünk. Igen, a mennyel szövetségre léphettünk.
Köszönjük szépen. Azt mondtam önöknek, hogy három pintérbérbe a dalt hallanak, és így is van. Azért talán annyit szeretnék elmondani, hogy ezek a dalokat megtalálja itt az együttesünk vezetője, vagy valamelyik tag, hogy hallott egy szép gável, vagy pintérbél a számot, ezt meghallgatjuk, és utána fölöltöztetjük, a mi nagykabátunkat adjuk rá. Testre szabjuk egy kicsit áthangszerelik a fiúk, kicsit beosztjuk, hogy ki énekel, mit énekel együtt külön, és egy kicsit saját testre szabjuk, hogy így történt ezekkel a dalokkal is. Most a következő dal, itt is repdesnek az angyalok, talán érzik, látják. A következő dalban is ez történik, és ennek a különlegessége, hogy ezt a nagyon szép dalt a Barátok Együttes tagja Ábel István írta.
ugye Gaudate, vagy mondhatnám inkább, hogy Gaudamus, vagyis hogy örüljünk, örüljünk mindannyian. A jó hír, az öröm hír, az öröm, hogy a kis Jézus megszületett. Az örömöm forrása nem csak az, hogy ő megszületett, hanem az, hogy évezredek óta minden év, minden napján, minden nap, minden órájában és percében velem van. Tudom, hogy számíthatok rá, tudom, hogy kérhetem és hogy mindig segíteni fog. És ezt az örömhírt hallgassák meg, hogy zenésítette meg a Gábel testvére.
a szívem, szívünk, lelkünk ajtaja, kapuja. És ezt a két témát, illetve ezt az egy témát most két különböző műfajban szeretném önöknek közvetíteni. Egyik egy szép kis adventi történet, a másik pedig a Száll a hír című dal. Figyeljenek oda a hírre, hogy mit is mond, ha bekopog az ablakon, akkor legyen az az ablak nyitva. Egyszer valaki régen látott ismerősétől kapott táviratot. A távirat szövege csupán egyetlen mondat volt. Holnap, kora délutáni órákban átutazom a falun, és szeretnélek meglátogatni. Miután elolvasta a rövid értesítést, nagyon izgatott lett. Rögtön elsietett a boltba, bevásárolt, hogy legyen mivel megkínálnia a kedves vendéget. Másnap aztán kora reggel fölkelt, és nekilátott a takarításnak. Alaposan felforgatta az egész házat. Mikor mindennel elkészült, leült egy kényelmes fotelba és várt. Arra gondolt, milyen jó lesz találkozni a régi baráttal, és mennyi mondani valójuk lesz majd egymásnak. De közben elaludt. Az idő gyorsan elszaladt. Az ígért időpontban meg megérkezett az ismerős. Egy aprócska, ám nagyon lényeges dologról megfeledkezett emberünk. Nem nyitotta ki a kaput. A kapu sajnos kulcsra zárva maradt, csengő pedig nem volt. A vendég még egy darabig ott toporgott a kapu előtt, és így gondolkodott. Ilyen furcsa. Pedig még táviratot is küldtem, hogy mikor érkezem. Biztos el kellett neki váratlanul utazni. Ó, de nagyon sajnálom. Azzal megfordult, és továbbment. Az ember meg csak várt, és várt. Késő délutánra járt már az idő, amikor végre kijött a lakásból. Ekkor vette észre, hogy a kapu zárva maradt. És amikor kinyitotta, a friss hóban meglátta a lábnyomokat. Fú, hát itt volt. Sóhajtott fel keserűen. Ó, én balga, pedig mennyire készültem. És a leglényegesebbről mégis megfeledkeztem. Elfelejtettem kinyitni a kaput. Advent során mindannyian készülünk, ám a leglényegesebb dologról nekünk sem szabad megfeledkezni. Ha már kitakarítottuk a lakást, megvásároltuk az ajándékokat, rendet tettünk a lelkünkben, törekedtünk a jóra, következik a legfontosabb feladat. Kinyitni szívünk ajtaját, hogy szenteste, mikor majd a kisded Jézus hozzánk is elindul, ne kelljen neki a küszöbről visszafordulnia.
Igen, az elhangzó dal, meg a következő is tulajdonképpen premier, mert egyiket sem énekeltünk még nagy közönség előtt, úgyhogy hallgassák szeretettel, nyissák ki a szívük kapuját, ablakát, hallják meg a kopogtatást, és a következő dal, aminek a címe Velünk az Úr, ez azért megint nagyon aktuális, mert mindegy, hogy a híreket ismerjük, halljuk, látjuk, mindegy, hogy mit mondanak. Tudjuk, hogy itt állunk, ha nem is a háború küszöbén, de a háborús ország küszöbén. Tudjuk, hogy dúlnak a harcok, tudjuk, hogy nagy a szegénység, a betegség, a természeti katasztrófa. De te csak higgyél, te csak emeld fel a fejed, mert tudjuk, hogy mi összetartozunk, és tudjuk, hogy mi már hozzátartozunk. Az Úr velünk, Imádó.
Nekünk, ne a híradónak, az Úr velünk, az Úr szeret, és ezt a szeretetet talán úgy tudjuk csak továbbítani, feléje is részben, részben pedig egymás felé. Szent Ágoston könyvében olvastam, hogy szeressük embertársunkat, vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen. És ha mindebben hiszünk, akkor abban is, hogy kell ott fenn egy ország. See you here.
Mert függetlenül attól, hogy hívő, vagy nem hívő, katolikus, vagy nem katolikus. Itt most olvasok egy könyvet, első világháborúról szól. A Franciaországon, a Verdun-i csatánál ugye ölik egymást az angolok, németek, és szenteste valami csoda történik, eldobják a fegyvert a lövészárokba, és félúton találkoznak, meg összeölelkeznek. Jó. Karácsonyi álom, azt hiszem, az következik most. Thank you.
Köszönjük szépen! Mielőtt a következő blokkot felkonferálnám, azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt években mindig valamilyen jótékonysági céllal rendeztük ezt az adventi koncertet, és az önök nagy lelkűségének, jó szívűségének köszönhetően mindig 1-2-300 ezer forint összejött, amit mindig jó célokra használtunk. Kórház, koraszülöttek, kerekesszékes, műtét, Erdély, stb. Stb. Ezt nagyon szépen köszönjük. Na de hát, tudják, hogy van? Minden szentnek maga felé hajlik a kezem, hát még aki nem is szent. Úgyhogy így most egy kicsit magunknak szeretnénk gyűjteni, a magunk alatt tessék azt érteni, hogy a templomunknak, mert azt beszéltük meg Ernő atyával, illetve ő beleegyezett is. Tetszett neki az ötlet, hogy szeretnénk egy nyitott polcrendszert itt kialakítani valahol a templom erőterében, polcokat vásárolni, amit könyvekkel tudnánk megpakolni, amit lehet csereberélni, hozni, vinni, örökbe, kölcsönbe, ki hogy szeretné, és ehhez szeretnénk ugye polcokat vásárolni, azt csak halkan és zárójelben jegyzem meg, ha esetleg van olyan itt közöttünk, aki akár a polcokat megépíteni, természetesen nem ingyen, akár a kész polcokat össze tudná pakolni, vagy segíteni nekünk, az nagyon szépen köszönnénk, akár itt a koncert után, akár az Ernő atyának, ha közvetíteném. A két ilyen piros kalapdoboz található a kijáratnál, egyik a fülke ablakában bal oldalt, a másik pedig a feszület alatt van egy szék, amin a piros kalapdoboz is. Előre is nagyon szépen köszönjük. Ja igen, a konferálás, bocsánat, hát majd lefeledem a lényeget. Mondtam, hogy minden szentnek maga felé hajlik, csak erről ezzel járt az eszem. No, azt hiszem, hogy hát én úgy érzem legalábbis, hogy szinte a csúcspont következik. Három gyönyörű, szép dolgot fognak hallani, mindegyik nagyon aktuális, hiszen az ima, vagyis a prayer is nagyon aktuális. Az is, hogy adj Uram békét nekünk, Dona Nobis Pácem. Majd time to say goodbye, hát bizony lassan itt a time, úgyhogy mi is lassan elbúcsúzunk, de azért előtte még hallgassák meg ezt a szép duóblokkot. Thank you.
Thank you.
Itt mellette a színpadon, föl kell köpnie. Igen. Hát nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és ismét köszönettel tartozom a barátaimnak, barátok együttesnek, hogy meghívtak ma este is. Nagy örömmel fogadtam el a meghívást. Ez nekem is lélek simogató, hogy itt muzsikálhatok köztük, és egy ilyen fantasztikus közönségnek. Áldjon az Úr mindenkit. Mielőtt az utolsó két dallal lebúcsúzunk Önöktől, szeretnék köszönetet mondani sok mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ez a koncert létrejöjjön. Elsősorban Bárkányi Ernő atyának, valamint Fekete Gábor és Molnár Zoltán diakónosoknak, akik mindig örömmel fogadnak minket, és lelkesek a
meghallják, hogy koncertezni szeretnénk. Palási Györgynek, aki a gyönyörű meghívót csinálta. Szekszárdi Zsoltnak, Zsolti, légy szíves, álljál föl, és egy tapsot neki, aki a hangtechnikával dolgozik. Hangtechnikával, pakolással, és minden, ami a technikával műszakit illeti, az övé, illetve hát a Gábor Audio Stúdió, ahonnan a fényeket kapjuk. Vendégeink, igen, nekik is egy tapsot. Vendégeink, már tulajdonképpen tiszteletbeli tagunk is, mert már el se tudjuk képzelni a koncertet nélkülük, a Veritas Vonós 4-es Szegedről, Tóth Néz, Szekszárdi Bernadett, Tóth Anna Mária, Aradi Mária, és Körösi Györgyi. Köszönjük, lányok, hogy lelkesen jöttök, és megtámogattok, és segítetek minket, meg a hangzás, meg a koncertet, szóval köszönjük. Aztán természetesen Olasz Csaba barátunk, hol vagy Csabi? Lépjél még ki egyet. Ő már el is mondta, hogy milyen lelkesen jön, és énekel velük, mi meg nagyon hálásak vagyunk neki, hogy ezt megteszi. Aztán ide a papírusra nekem az van írva, hogy van 2 darab vendégünk, de én nem szeretném őket vendégnek bemutatni, hanem azt szeretném, ha azt mondanám, hogy a Barátok Együttes 2 új tagjáról beszélünk. Egyik az a helyes kisgyerek ott a dobnál, a Szekszárdi Szalán. Őt egyébként ismerhetjük, ugyanis az Apró Barátokban énekelt itt már velünk, csak akkor még apró bacska volt. Most meg már nagyobb bacska és ügyesebbecske, és én azt gondolom, hogy na egyetlen nem, most még vendégnek bemutatlak benneteket, de ez az utolsó alkalom. Jövőre már nem így történik. És akkor a tesó, a báty, a gitárszekciót erősíti, ő pedig a Szekszárdi Zsombi. Szekszárdi Zsombi. Köszönjük, fiúk, reméljük, hogy úgy kedvet kaptatok, hogy eszán ki se szálltok a csapatból. Bocsánat, igen. Csak nem biztos, hogy mindenkinek könnyen megy az emlékezés időtávlatban. Az egyik kép, amit most itt mutatok, az 2013, amikor mind a Zalán, mind pedig a Zsombi ott énekel velünk. A következő kép az pedig 2015. Szintén velünk van. Mi is köszönjük. Akkor is cukik voltak, most is nagyon cukik, úgyhogy köszönjük, fiúk. Ki ne ugorjatok a buliból, mert nekünk nagyon tetszetős így, hogy itt vagytok velünk. No, és akkor maradnak az öregek, más csak én vagyok az öreg, a többi csak régóta zenél velünk, meg szinte még alapító tag is, és énekesünk Jobbágy Zsanett. Mellettem Molnár Szekszárdi Veronika. Aztán Farkasné Lakos Marika, ugye a Zsanettnek a testvére, szépen gondolom együtt. És neki is köszönjük, hogy mindig ráér, úgy csinálja, hogy mindig ráérjen, mikor szükségünk van rá. Na nézzük a fiúkat, azt mondja, hogy Gulyás Krisztián énekesünk. Palotás Endre gyönyörűen fúj is, énekel is. Bővült gitárszekciónak 2 tagja Ábel István. Takács András, Ájtos András, és hát természetesen az együttesünk kitalálója, megalkotója, életben tartója, motorja, na meg ott billentyűzik is, ő a Szekszárdi Imre. És a énekesünk, konferenciénk is, aki a gyönyörű történeteket, verseket válogat és elmondja nekünk, Borokkai Klára. Nagyon szépen köszönjük, és hát bizony minden jó egyszer véget ér, lassan a mi koncertünk is. Azt mondhatnám, hogy már minden megtörtént, megünnepeltük, fohászkodtunk, imádkoztunk Máriához, Máriáért, megszületett a kisded, angyalka, jászol, kisbaba, minden megvolt. Volt 2 szép, 3 szép duónk is,
és most azt mondanám, hogy mi csak most jön a buli. Jó, úgyhogy kezdhetjük is, fiúk. A következő ilyen tempóba folytatjuk is, de előbb a G-nek átadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, ha már táncolunk, akkor szeretnék egy ritmust is tanítani mindenkinek. Biztos megvan még a régi időkből az um-ca-ca, um-ca. Ezt kellene most eltapsolnunk, ez így néznek ki a gyakorlatban, hogy um-ca-ca, um-ca, um-ca-ca, um-ca, um-ca-ca, um-ca. Köszönöm. És akkor egy kicsit jobban menjen, hogy neki gyűrtőzök ennek a dolognak. Táncolunk is, és tapsolunk is. Mutatni fogom majd mindenkinek. Amikor elkezdjük a tapsolást, előtte így fogok mutatni, és akkor cacába kezdünk. És amikor ezt mutatom, akkor a tapsnak egy időre vége, majd aztán jövünk vissza cacá. Jó, ennyi az egész. Köszönjük a segítséget előre is. Thank you.
I'm
Ákosnak köszönjük, hogy együtt voltunk, hogy együtt tölthettük a Gaudát, hétvégét, vasárnapot. Kívánunk Önöknek egy ugyanilyen Gaudámosz a karácsonykor is. Legyen szép, áldott, töltekezős hetük, nem költekezős, töltekezős. Szép ünnepük, kis béke, nyugalom, meghittség. És a többi, és a többi. Úgyhogy köszönjük szépen, Isten áldja Önöket jövőre, Isten segít, legyen így együtt. Boldog karácsony! Fiúk, gyertek, álljatok föl, és legyetek szívesek!